együttműködési megállapodást kötött a Miskolci Egyetem és az Energiatudomány Kutatóközpont. Az oktatási és kutatási tevékenységekre egyaránt kiterjedő megállapodásnak köszönhetően az egyetem szakértői szakmai támogatást tudnak nyújtani a kutatóközpont számára, az anyagtudományi kar tanulóinak pedig kivételes szakmai lehetőséget kínálnak. Kedden a MOL-lal kötött megállapodást a Miskolci Egyetem. A kialakult járványhelyzet miatt szűk körben írta alá megállapodási szerződését a Miskolci Egyetem és az Energiatudományi Kutatóközpont. A két fél közös kutatási programokat indít majd, pályázatokban dolgoznak együtt, amiből mind az egyetem, mind a kutatóközpont profitálhat. Rengeteg olyan kooperatív kutatás van az Európai Unióban is, ahol az lenne a fontos, hogy a magyar szakemberek valamilyen organizált, szervezett módon vegyenek részt, és akkor így egymást tudják erősíteni. Fúziós energetika ilyen, vagy akár a nukleáris reaktorok szerkezeti anyagaira vonatkozó kutatási témák is mind ilyenek. Az egyetem és a kutatóközpont a közös kutatási területek mellett az oktatásban is együttműködnek majd. Szemináriumokat, gyakornoki programokat indítanak a szakma utánpótlása érdekében. Egy nemzeti labor program keretében tudnánk konzorciumi partnerként részt venni. Tehát itt a klasszikus energiától, amit például ugye a Paks 2 fejez ki, egészen a megújuló energiákig több területen vannak nálunk már létező kutatások, és ezeket tudjuk összehangolni, azt gondoljuk, hogy együtt erősebbek lehetünk. Hétfőn a MOL-lal kötött egy 5 évre szóló stratégiai megállapodást a Miskolci Egyetem. A már meglévő együttműködés így tovább bővült. A közös munka kiterjed a kutatásra, fejlesztésre és az innovációval kapcsolatos tervek, továbbá a hulladékgazdálkodás, az oktatás, a szakemberképzés és továbbképzés, valamint az utánpótlás területeire. Az innovatív kutatási területek között szerepel például a geotermikus energia, a hidrogén, mint lehetséges új energiahordozó és a széndioxid hasznosítása is.